Christine Lambrecht saját magának köszönheti a bukását. A német honvédelmi miniszter szilveszterkor egy videót tett közzé a privát Instagram oldalán. Egy berlini utcáról jelentkezett be, ahol petárdák és tűzijátékok robbanása közben az ukrajnai háborúról beszélt. Európa közepén háború dúl. Ezzel kapcsolatban nagyon sok különleges benyomás ért. Sok érdekes és nagyszerű embert ismerhettem meg. Szakszerűtlen, alkalmatlan és hiányzik belőle az empátia. A videót követő felháborodott vélemények között talán még ezek voltak a legkíméletesebbek. Nem ez volt Lambrecht első PR katasztrófája. Igazából nem is akart védelmi miniszter lenni, és soha nem érezte jól magát ebben a szerepben. Többször tűnt bizonytalannak és szakmaiatlannak, amikor fegyverekről volt szó. A Gepard feladata például a kritikus infrastruktúra megvédése. Ezzel a csővel a levegőbelő és nagyon távoli tárgyak elérésére is képes. Nyugat-Afrikában, amikor a német csapatokat látogatta meg, magas sarkú cipőt viselt. Ezzel a katonai hadviselés szabályait sértette meg. A fiát katonai helikopterrel vitte magával egy papíron hivatalos útra, a gép viszont a miniszter nyaralójához közel szállt le. És ott van az ukrajnai háború, amely őt és a minisztériumát is a figyelem középpontjába helyezte. Mindenki azt figyelte, hogyan az ukrajnai fegyverszállítmányokat kezelte. Sokáig habozott a válasszal. Az első nagy bejelentése a sisakok szállítására vonatkozott. 5000 sisakot szállítunk Ukrajnába, amivel egyértelmű jelét adjuk annak, hogy mellettetek állunk. Ezt a bejelentést nem csak Németországban fogadták gúnyos megjegyzésekkel. Olaf Scholz kancellár kezdetben még a miniszter mögé állt. A szövetségi kancellár minden kabinettársával jó és bizalmon alapuló kapcsolatot ápol. Ez természetesen a szóban forgó miniszterre is vonatkozik. Ez a bizalom mostanra nyilvánvalóan elfogyott. Németország védelmi miniszterének mennie kellett.